Tisztelt ház képviselőtársaim, Novák előtt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak, fejétől bűzlik a hal címmel. Tisztelt ház, tekintettel arra, hogy a Mi Hazánk frakcióvezetője ezen azonnali kérdésnél előzetesen nem nyilatkozott a személyes válaszadási kérelemről, ezért ezt a határozati házszabály alapján úgy kell tekinteni, hogy a kérdés feltevő képviselő személyes válaszadást nem kér. Tájékoztatom önt, képviselő úr, Gulyás Gergely miniszter úr fog önnek válaszolnia. Novák előtt képviselő úr, illeti a szó, parancsoljon. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, egy olyan köztársaságban élünk, melyet az a Szűrös Mátyás kiáltott ki, aki nem csak az MSZMP egyik vezetője volt, hanem karrierjét 1951-ben a Rákosi féle MDP-ben kezdte. A rákosista alkotmány helyére egy hasonlóan egypárti alaptörvény került, csak immár Szájer József nevével fémjelezve. A Mi Hazánk mozgalom alapító atya viszont Pongrácz András, a korvinközi szabadságharcos, az ő meghívására megyünk október 23-án a Turulszoborhoz is. Az elmúlt 3 évtized a Fidesz és MSZP kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt feltárása, így többek között az úgynevezett ügynöklisták összeállítása, persze a tartótisztekre fókuszálva. A pártállami vezetők elszámoltatása és közéletből, sőt állami cégek éléről is történő kitiltása, tehát az úgynevezett lusztráció, valamint a kommunista luxus nyugdíjak megvonása, amit jobb később, mint soha alapon idén Csehország is meglépett, valamint a szabadságtéri szovjet kommunista megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényirami jelképeivel együtt. Ami az állambiztonsági múltat illeti, sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Medgyessy Péter egykori kollégája, a szintén 3/2-es ügynök Martonyi János, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott az ugyanúgy 3/2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, és még mondhatnánk példákat, részleteket azonban kevésbé ismerünk, mert a Fidesz továbbra is titkosítja. Számos kormánypárti ex-ügynököt akár zsarolhatnak is a múltjukkal, így nemzetbiztonsági kockázat is. Ilyen zsarolható személy lehet most a Szuverenitás Védelmi Kutatóintézet vezetője is, Horváth József, aki egykor 3/3-as ügynök volt, tehát a magyar szuverenitás védelmezését pikáns módon pont a szovjet időkben sikerült a belügynél elkezdenie. Miniszter úr, Wittner Mária forog a sírjában, nem szégyellik? Várom válaszát a 3/3-as besugójuk állami kinevezésével kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. A válaszra megadom a szót Gulyás Gergely miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Képviselő úr számtalan kérdést vetett föl a 2 percben, igyekszem lehetőleg többre válaszolni. Az első, hogy szeretném jelezni, hogy az az ön által egypártinak nevezett alkotmány az az, amit Wittner Mária is megszavazott. Eleve 2 párt támogatta, hiszen a Fidesz és a KDNP is megszavazta. A Magyar Országgyűlés demokratikusan választott 2/3-os többsége fogadta el az alkotmányozás rendes szabályának megfelelően, és ez az alaptörvény, ami a kommunista bűnök kapcsán is világosan fogalmaz. Javaslom képviselő úrnak, hogyha elolvassa ezt a részét az alaptörvénynek, úgy gondolom, hogy minden szempontból azonosulni tud vele, és még véletlenül sem fogja összetéveszteni a sztálinista alaptörvénnyel, mert hogy éppen a sztálinizmust ítéli el, és azzal kapcsolatos jogfolytonosság megszüntét állapítja meg a kommunista terror és diktatúra időszakára. Ami a rendszerváltoztás adósságait illeti, azzal is egyetértek, hogy nagy adóssága, morális adóssága a rendszerváltoztásnak, hogy sem rendes kárpótlás, ez nehezebb lett volna, de elmaradt, sem pedig igazságtétel nem volt. Ezzel kapcsolatos szándékokat és ezeknek a történetét ismerjük, de ettől még a tény az tény marad, hogy noha 41-nehány éven keresztül brutális és bestiális bűncselekményeket követtek el a magyar nemzet egészével és egyes tagjaival szemben, ezek a rendszerváltást követően büntetlenek maradtak. Arról azért tájékoztatnám 34 esztendővel a rendszerváltozás után, hogy a kommunista luxusnyugdíjak elvétele az egy szép jogtörténeti intézkedés lehet. Én nem vagyok ez ellen, de az érintetti körből alig ha vannak, akik még élnek, vagy hogy igen, akkor nagyon-nagyon kevesen lehetnek csupán.
de összhangban az ön javaslatával a szocialista kitüntetésekkel együtt járó járadékokat 2010-ben éppen a polgári kormány vonta meg. Ez is egy olyan szimbolikus intézkedés, ami jól mutatja, hogy mi nem egyszerűen csak nem gondoljuk, hogy az ilyen jellegű tevékenységet jutalmazni kellene, hanem azt elfogadhatónak tartjuk annak az állam általi jutalmazását. Úgyhogy röviden ennyit tudok a számtalan kérdés egy részére válaszolni. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen, miniszter úr, egy perces viszontválaszra Novák Jelölt képviselő úré a szó, parancsoljon. Miniszter úr, bizonyára kiváló ügynök volt az önök által a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet érére kinevezett 3x3-as picli, azonban egy szót sem ejtett erről, kérem tegye meg a második egy percében, mert ez talán a legaktuálisabb gyalázat. Már kétségkívül a kommunista bűnök is azok, egyetlen egyet sem vontak felelősségre, önök sem, Biszku Béla sem töltött egyetlen egy napot, még előzetes letartóztatásban sem. És amikor azt mondja, hogy az Alkotmánybíróság kaszálta el az elszámoltatási kezdeményezéseket, akkor tegye hozzá azt is, hogy itt a parlamentben, amit ön mindig el szokott hallgatni, a Fidesz volt az egyetlen frakció rendszerváltás után, mely egységesen nemmel szavazott az Étényi féle igazságtételi elszámoltatási törvényjavaslatra. Hogy mennyi embert érintene a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, alanyi vagy özvegyi jogon tegyük hozzá, nyilvánvalóan szimbolikus, de Csehországban is meg tudták lépni. Egyébként nem teljesen szimbolikus, mert hogy csak egyet mondjak, Kádár János miniszter helyettesi rangban lévő diplomátájaként kap ma ezért a tevékenységért is egyfajta plusz nyugdíjat, például Schmidt Pál, hogy csak egyet említsek a kegyeltjeik közül. Végezetül, ami a kommunista kitüntetéseket illeti, az pont Wittner Máriával közös javaslatom nekem volt, azonban önök elszabotálták, és nagyon jól tudja, hogy Vörös Csillag érdemrend és még számtalan hasonló kitüntetés nyomán a többségük még mindig kapja ezen törvénymódosításunk ellenére is a kommunista luxus nyugdíjat a kitüntetések nyomán is. Köszönöm szépen, egy perces viszontválasz illeti meg miniszter urat is. Parancsoljon, miniszter úr! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Nem szeretném vitatni képviselő érdemeit a kommunista üldözésben, de ha már Biszku Bélát megemlíti, akkor azt a törvényt, ami alapján legalább a büntetőeljárás megkezdődött vele szemben, mégiscsak az én előterjesztésemre fogadta el az országgyűlés, tehát talán az ő számonkérésének elmaradását rajtam számonkérni nem tűnik túlzottan méltányosnak. Konkrét kérdést is tett fel, de arról kell sajnálatos módon tájékoztassam, hogy az azonnali kérdéseknél a kormány hatáskörébe tartozó ügyekben tudok választ adni. Tehát olyan ügyben, ami a kormány hatáskörében nem tartozik, nem tudok segíteni önnek. Kinevezőt kell ezekben az esetekben megkérdezni. Úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy a kommunista múlt megítélésében szerintem ez az országgyűlés, illetve 2010 után az egymás követő országgyűlések azon a világos talapzaton álltak, hogy ennek az országnak az egyik legsötétebb időszaka volt, és éppen ezért semmiféle folytonosság, semmiféle elismerés az akkori tevékenységért nem jár és nem járhat.